Hello, sziasztok, és fantasztikusan szép jó napot, valamint kellemes, mosolygós, vidám, hétfői napot kívánok mindenkinek. Üdvözlettel Frici Balatonfüredről. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, én úgy gondoltam, hogy ezen a hétfői napon leforgatok néktek egy újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videót. Ha gondoljátok, tartsatok velem Fricivel ebben az újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videóban, amit ezúttal itt Balatonfüreden fogok néktek rögzíteni. És akkor lassacskán bele is vágok én abba a sétába, amit én tulajdonképpen az ezt megelőző videómmal elkezdtem, igen, mert most tulajdonképpen én azt a sétát fogom folytatni itt Balatonfüred városában, amit én ugye az ezt megelőző videómban elkezdtem, de ahhoz, hogy értsétek, hogy én itt most miről is beszélek, nézzétek meg az ezt megelőző videót is. Köszönöm szépen! És akkor jöjjön hát annak a sétának a folytatása konkrétan, amit én az ezt megelőző videóimban elkezdtem. Tartsatok velem Fricivel ebben az újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videóban. Jöjjön hát a videó, tartsatok velem! Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, én a továbbiabban arrafelé folytatom a sétámat, haladok tovább arrafelé. Amúgy ez érdekes, hogy itt a város kellős közepén egy hegyet átvágtak, egy dombot konkrétan átvágtak, mert ugye itt ugye ennek az útnak vágták át ezt a dombot. Ma, mint látjátok, itt van egy sziklás támfal tulajdonképpen, ami engem arra enged következtetni, hogy itt egy domb volt eredetileg, amit átvágtak az út véget, ami ugye itt látható, meg amin én is haladok. Hát lányok és fiúk, ez csak egy ilyen kis megjegyzés volt részemről. És akkor szépen haladok is tovább én ebből a sétával, itt Balatonfüred területén. Ha gondoljátok, tartsatok velem Fricivel ebben az újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videóban, amit itt rögzítek Balatonfüred területén úgy, hogy közben a piros túra útvonalon bóklászok, amúgy ott közben a háttérben elment egy vonat, de nyilván ti ezt nem láttátok, mert ennek az akciós sportkamerának nincs a hú de jó felbontása, mert eléggé gagyi konkrétan ennek az akciós sportkamerának a felbontása, de hát ő nekem ugye jobbra nem telik, én beélem ennyivel. Tudom, hogy ez sokótokat zavar, hogy ilyen gagyi akciós sportkamerával rögzítem a videót, de most nekem csak erre telik konkrétan, mert ugye nem vagyok milliómos, ezt már elmondtam több videómban is, hogy én is ugye egy teljesen átlagos hétköznapi ember vagyok, aki munkából él, illetve abból azért kapom a fizetést, amiért dolgozok konkrétan, mert ugye sokan ugye azt hiszik, hogy én nekem nincs munkahelyem, pedig hát van, mert bizony van munkahelyem, már nagyon régóta van munkahelyem, időtlen idők óta konkrétan, mindig is volt munkahelyem, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, és most is van munkahelyem, ahol én dolgozok, csak ugye én most szabadságon vagyok, és majd csütörtökön kezdek el ismét dolgozni, tehát január 2-án. De most még csak ugye december 30-a van, pontos idődátum ott látható a kijelzőn egy folytában, ott látható a kijelző aljában, hogy mikor készült ez a videót konkrétan. Konkrétan ez a videó, amint látjátok, december 30-án készült, és akkor itt lesz egy vasúti átjáró, és én nekem át is kell menjek ezen a vasúton. Amúgy ez a 29-es számú vasútvonal lesz itt, amin átkelek tulajdonképpen. Hát itt van egy teljesen szabványos labirinkorlát, tehát ez teljesen szabványos labirinkorlát, amint láthatjátok ezen a felvételen. És át is megyek ezen a labirinkorláton. Tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk. Né. És most szépen átmegyünk a sineken, a vasúton konkrétan. És akkor szépen haladok is tovább én ebből a sétával. Amúgy most a 29-es számú vasútvonalon keltem át. Itt van egy újabb labirinkorlát, amint láthatjátok ezen a felvételen. Ezen is átbaktatunk. Hát lányok és fiúk, és akkor haladunk fölfelé a belváros felé, itt Balatonfüredem.
és közben még nem mondtam el nektek, de elmondom, hogy ebben a videóban is tulajdonképpen a piros túraútvonalat követem nyomon, itt Balatonfüred területén, mint ahogy az ezt megelőző videómban is, de ahhoz, hogy értsétek ezt az egész videót, nézzétek meg az ezt megelőző videómat is, köszönöm szépen. És amúgy ez már itt az Ady Endre utca, tehát ez konkrétan ez itt az Ady Endre utca, ahol én éppen most bóklászok, itt Balatonfüred területén, mert a piros túraútvonal konkrétan itt halad a Ady Endre utcában, és én is azért bóklászok itt tulajdonképpen. Ott szemben ugye látható egy épület, ott vannak ugye mindenféle üzletek, van ott patikától kezdve tulajdonképpen minden ott szemben. Tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, és akkor szépen haladok is tovább én ebből a sétával. Ha gondoljátok, tartsatok velem Fricivel ebben az újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videóban, amit ezúttal itt rögzítek, konkrétan tulajdonképpen Balatonfüreden. És akkor szépen haladok is előre ebből a sétával, itt az Ady Endre úton. Mint láthatjátok, itt vagyok ugye Balatonfüreden, és itt bóklászok konkrétan az Ady Endre utcában, és közel követem a piros túraútvonalat. Jó, most egyre nem látok jelzést fölfestve sehol sem, de tény és való, hogy a piros túraútvonalon vagyok. Ezt én már az előzőekben megnéztem, térképen. Sőt, ezt az útvonalat meg már úgy ismerem is úgy nagyjából. Sőt, nagyon jó is ismerem ezt az útvonalat, mert elég gyakran járok itt Balatonfüreden, és ugye elég gyakran járok ezen az Ady Endre utcán is. És tudom, hogy a piros túraútvonal konkrétan itt halad az Ady Endre úton, egészen a városközpontig. És mert a városközpontnál lesz majd, amikor majd balra el fogok térni, a Vörös templomnál, és ott fog folytatódni majd a piros túraútvonal, amit én ezen a hétfői napon követek nyomon, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk. És akkor én szépen haladok is tovább ebből a sétával, itt Balatonfüred területén konkrétan. És ahogy mondottam, ezt a videót ugye az akciós sportkamerámmal rögzítem, a hang elcsúszási elnézést és bocsánatot kérek mindenkitől, de sajnos tudom, észrevettem, mert már észrevettem, hogy a videóimnál van hang elcsúszás, amikor az akciós sportkamerával rögzítem a videót, de ez nem a kamera hibája, ezt megsugom nektek, egyáltalán nem a kamera hibája, hanem a YouTube hibája, amire elcsúszik a hang végül. Amúgy itt lehet látni egy iskolának a felújítását, de ezt már valamelyik ezt megelőző videómban én ezt megmutattam néktek, hogy itt felújítják ezt a szakközépiskolát. Tehát ezt már valamelyik ezt megelőző videómban szinte megmutattam néktek, hogy felújítják ezt a szakközépiskolát, ami itt található, illetve gimnáziumot, mert ez valójában gimnázium. Tehát ja, tehát ő felújítás alatt van, amint látjátok, a gimnázium. Ugye ez amúgy a Losonczy Lajos gimnázium, és amit láthatjátok, felújítás alatt van az egész konkrétan, de amúgy ott van a látványterv azon a plakáton, hogy hogy fog kinézni a Losonczy Lajos gimnázium, ott van a látványterv, tehát ez itt maga ugye a Losonczy Lajos gimnázium, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, ami most jelenleg felújítás alatt van, és én folytatom is tovább a sétámat. Na, szóval ott tartottam, hogy ugye a hangelcsúszási elnézést és bocsánatot kérek tőletek, de a videón, amikor az akciós sportkamerával készítem a videót, hangelcsúszás van a videóban, nagyon jól tudom, én ebben tisztában vagyok, de ezt megsugom néktek, hogy nem a kamera hibája, mert amikor visszanézem ezt a videót még úgy, hogy nincs föltöltve a YouTube csatornámra, ott még nincs jelen a hangelcsúszás, tehát ott tök frattul halad a kép a hanggal együtt, de mire fölkerül a YouTube-ra, amikor már YouTube-on nézem vissza, akkor bizony, sajnos, megjelenik a hangelcsúszás is, amiért fogalmam sincs, hogy miért csinálja, mert arról aztán konkrétan fogalmam nincsen, hogy miért történik ez, és miért csak akkor, miután már a YouTube-ra föltöltöttem a videót, miért csak akkor jelenik meg a hangelcsúszás. Most át kell menjek ezen a zebrán.
Négy-négy, tehát átmegyünk gyorsan a zebrán. Lányok és fiúk. Négy-négy, átvágtáztunk. És akkor átjöttünk a zebrán konkrétan. Amúgy arrafelé a vasútállomás van, tehát abban az irányban van a vasútállomás konkrétan. Én abból az irányból érkeztem, tehát én onnan jöttem konkrétan, de nem arra folytatom a sétámat, hanem fordulok egy 180 fokot, és haladok tovább én ebből a sétával, méghozzá arra fölfelé a városközpont felé. Tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk! Tehát konkrétan arra a városközpont felé folytatom a sétámat, és akkor haladok is tovább. Na, szóval hangelcsúszás. Tehát nem tudom, hogy miért csak akkor jelenik meg ez a hangelcsúszás a videókban, miután már fölkerül a YouTube-ra. Mert komolyan mondom, amikor visszanézem csak simán a videót, még azelőtt vissza szoktam nézni, mert fölrakom a YouTube csatornámra, ott még nincs jelen a hangelcsúszás, tehát ott még egyáltalán nincs jelen. De miután fölkerül a YouTube-ra, és akkor már a YouTube-on nézem vissza ugyanazt a videót, ott már bizony a hangelcsúszás is jelen van, tehát a kép sokkal előbbre halad, mint ahogy a hang. Tehát nincsen szinkronba a kép a hanggal konkrétan. De ez csak akkor jelenik meg, miután már a videó fölkerül a YouTube-ra. Mert amikor visszanézem csak simán a videót, ahogy vissza is szoktam nézni, mert fölrakom a csatornámra, ott még nincs jelen egyáltalán a hangelcsúszás, csak azután jelenik meg, miután fölkerült a YouTube-ra, és miután már a YouTube-ról nézem vissza, ott már bizony jelen van a hangelcsúszás is. Ezt nem tudom, hogy miért történik, erről fogalmam sincsen. Aki esetleg tudja erre a választ, írja meg nekem a komment szekcióba, de lehet, hogy valamit be kéne állítanom azon a telefonon, amely telefonnal tulajdonképpen feltöltöm a videóimat a YouTube csatornámra, mert lehet, hogy ott valami beállítási problémák vannak, és azért van jelen a hangelcsúszás, és csak azután jelenik meg ez a hangelcsúszás, miután ugye a videó már fölkerül a YouTube-ra, de azelőtt még véletlenül sincs hangelcsúszás, csak miután fölkerül konkrétan. Tehát ezt pontosan nem tudom, hogy miért csinálja, meg miért történik ez. Aki esetleg tudja, ahogy mondottam, írja meg a komment szekcióba. Köszönöm szépen! És akkor szépen haladok is tovább én ebből a sétával. Tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk! Amúgy itt vagyok Balatonfüreden, nem mellesleg, de ezt már elmondtam vagy 200-szor ebben a videóban. Ez elnézést és bocsánatot kérek mindenkitől, hogy ismétlem a mondataimat, illetve a szavaimat, de ez nálam egy hiba, amit nem tudok konkrétan kiküszöbölni. Próbáltam már én ezt a hibát kiküszöbölni, de nem bírom sajnos. Ez valami velem született, úgymond fogyatékosság konkrétan, tehát megmondom kerekperec, hogy nem vagyok tökéletes. Tehát ugye én legalább elismerem, és van önkritikám, hogy nem vagyok tökéletes. Sose tartottam magamat tökéletesnek, és ez nálam leginkább úgy nyilvánul meg, hogy ismétlem a mondataimat, a szavaimat, és van némi beszédhibám is. Ezért elnézést és bocsánatot kérek mindenkitől, de erről nem tehetek. Ez egy velem született, hogy mondjam, nem normális jelenség. Hát most legyünk őszinték, ugye? Ha már ilyen kereppelecki mondok mindent magammal kapcsolatban. Ugye van önkritikám, tehát abban sose volt baj az önkritikámmal, mert nekem igenis van önkritikám. És ez az, ami a legtöbb emberből hiányzik sajnos, mert mindenki azt hiszi magáról, hogy ő tökéletes, hogy ő az Isten, holott mindössze csak a beképzeltség és az ego szól belőle, konkrétan semmi más. De én legalább elismerem azt, amit sok ember nem ismer el, hogy nem vagyok tökéletes, tehát ennyi. És ugye ezt sokan baromira nem szeretik elismerni, én meg ugye baromira elismerem azt, hogy nem vagyok tökéletes. Ennyi, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk. És akkor szépen haladok is fölfelé én ebből a sétával. Lassacskán beérek amúgy a városközpontba, mert nem sokára megérkezek Balatonfürednek az úgymond városközpontjába, ami már ott a háttérben tulajdonképpen látható is konkrétan, ott a két tornyú templom már nagyjából látható, hogy ott van. Hát lányok és fiúk, és én szépen haladok tovább ebből a sétával konkrétan.
itt Balatonfüred területén. Amúgy még mindig a piros túraútvonalon vagyok, mert még mindig ott vagyok konkrétan, és ez a továbbiakban is így lesz, hogy a piros túraútvonalon fogok bóklászni itt Balatonfüred területén. Ha gondoljátok, tartsatok velem Fricivel ebben az újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videóban, amit itt rögzítek, konkrétan Balatonfüreden. Csak egy kicsit kifordítom a kamerát az utca felé. Tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk! Mert azért azt el kell mondjam néktek, hogy nem egyedül vagyok az utcán, és nem akarom senkinek se a arcát megörökíteni így a videóban. Nem mintha bármit írtaná a közterületen való videózást, ezt már elmondtam rengeteg videómban, hogy Magyarországon nincs olyan törvény, ami tiltaná a közterületen való videózást. Tehát Magyarországon ilyen törvény nincs, még a szocializmusban se volt, nemhogy most, hogy úgymond szabadok vagyunk, ám mondjuk inkább ezt a politikai dolgot, ezt inkább elkerülöm, tehát én nem fogok politizálni, és nem is akarom behozni ide a csatornámra a politikát, de megvan erről is a véleményem, maradjunk ennyiben, de ezt nem fogom én most itt kibeszélni, mert az én csatornám az nem arról szól, tehát az én csatornám nem egy politikai csatorna, és nem is szeretném, hogy az legyen, így hát teljesen függetlenül tartom magamat, illetve a csatornámat a politikától. Tehát engemet a politika így a csatornámon keresztül nem érdekel. És akkor szépen haladok is tovább ebből a sétával, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk. Amúgy itt látható a zeneiskola, tehát konkrétan itt látható ugye a zeneiskola egyébként, tehát ez itt maga a zeneiskola, amit látjátok, amit most éppen filmezek néktek. Tehát ez itt Balatonfüreden a zeneiskolának az épülete egyébként. Akkor szépen haladok is tovább ebből a sétával. Tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk! Itt van szembe a Sirius intézet. Tehát ott van szembe ugye a Sirius intézet. Szakorvosi magárendelés, klinikai, fogászati, higiénikus rendelés, panoráma, röntgen. Hát igen, tehát ez maszek az egész tulajdonképpen. Tehát maszek, magánrendelések vannak. És akkor haladunk is tovább, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk. Ebben az újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videóban. Ha gondoljátok, tartsatok velem Fricivel ebben az újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videóban, amit itt rögzítek konkrétan, ugye Balatonfüred területén. A háttérben már látható amúgy a Vörös templomnak a tornyai, vagy ott már a háttérben látható a két tornyú Vörös templom konkrétan. Tehát tulajdonképpen beérkeztem Balatonfürednek az úgymond városközpontjába. És itt is ide van írva, hogy fogorvosi rendelés van, tehát itt is itt van. És itt ugye a szobrok le vannak szépen takarva, ugye téliesítve. És akkor majd a továbbiakban arra felé fogok haladni. Csak egy kicsit megmutatom nektek ezt a kis parkot, ami itt látható. Itt a zeneiskola előtt konkrétan. És akkor haladok is tovább én ebből a sétával tulajdonképpen. Itt Balatonfüred területén. Ha gondoljátok, tartsatok velem Fricivel ebben az újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videóban, amit itt rögzítek ezúttal Balatonfüreden. De szerintem ezt a videót egy következő videóban fogom folytatni, ezt a sétát, mivel hogy én nem sokára lezárom én ezt a videót, és megköszönöm a figyelmeteket, hogy velem voltatok ebben a kis videóban. Lassacskán meg kell köszönjem a figyelmeteket. Amúgy itt van már a városháza, tehát itt már ugye a városháza látható azon az oldalon, amit éppen most kamerázok. És akkor szépen haladunk tovább, előre felé. A háttérben már látható a két tornyú Vörös templom, tehát az már teljesen ott van egyértelműen a háttérben. Tehát az a háttérben már az tök egyértelműen a két tornyú Vörös templom, ami látható. Hát lányok és fiúk, lassan, de biztosan ugye megérkeztem ide Balatonfürednek a városközpontjába egyébként meg. És amint látjátok, itt vagyok már Balatonfürednek a városközpontjába, tehát ott látható
a háttérben a két tornyú vörös templom konkrétan, ami Balatonfürednek elég jellegzetes épülete. És akkor itt szépen átmegyek szerintem az út túloldalára. Tehát szerintem átmegyek az út túloldalára, itt ezen a zebrán, ami már itt tőlem jobbra van. Át fogunk menni. Oké, autók átengednek. És akkor gyorsan át is húzom a csíkot. És akkor át is jöttem ide az útnak erre a felére. És ott látható még jobban a két tornyú vörös templom. Így még jobban belefér a kamerának a látószögébe, hogyha innen vetite, innen kamerázom. Hát igen, az ott egyértelműen a balatonfüredi két tornyú vörös templom, ami ott a háttérben látható. Hát lányok és fiúk, ahogy mondottam, ugye itt vagyok Balatonfüreden. Ez az ezt megelőző videómban is már itt voltam. Amikor, már konkrétan az ezt megelőző videómban elkezdtem egy sétát itt Balatonfüreden, amit ebben a videóban folytattam. És ezt a videót is nem sokára le fogom zárni, és nem fogom köszönni a figyelmeteket, hogy ebben a videóban is velem tartottatok. Ebben az újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videóban, amit ezúttal itt rögzítettem Balatonfüreden. Tehát ott van ugye a két tornyú vörös templom. Hát ennél egyértelmű bizonyíték nem is kell arra, hogy itt vagyok Balatonfüreden konkrétan, ugye a két tornyú vörös templom. Ugye ilyen, is, ilyen csak itt Balatonfüreden van, sehol másutt nincs ilyen itt a környéken, a legjobb tudomásom szerint. Tehát itt konkrétan itt van ugye a Balatonfürednek a jellegzetes temploma, a balatonfüredi két tornyú vörös templom. És valójában meg is érkeztem ide a városháza elé, a Szent István térre. Hát innen én már indítottam videót korábban, de ezt a videót most itt fogom lezárni, és itt fogom megköszönni a figyelmeteket, hogy ebben a videóban is velem tartottatok, ebben az újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videóban. Hamarosan folytatom én ezt a sétát egy következő videóban, tartsatok velem majd a következő videóban is. Én a továbbiabban majd arrafelé fogok haladni ebből a sétával, tehát abba az irányba fogom folytatni majd a sétámat, de ez majd egy következő videónak a témája lesz. Mivel hogy én ezt a videót itt és most, itt a Szent István téren, itt Balatonfürednek a városháza előtt lezárom és megköszönöm a figyelmeteket. És ott látható ugye a két tornyú vörös templom a háttérbe. És ennyi lett volna ez a videó tulajdonképpen, és akkor jöjjön hát az elköszönés. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk! Ez egy újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videó volt. Tőlem, Fricitől, ahogy már megszokhattátok. Ha tetszett ez a videó, díjazzátok egy lájkkal, ha nem tetszett, nyomjatok rá nyugodtan egy diszlájkot, illetve írjátok meg a véleményeteket a komment szekcióba. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Hamarosan jelentkezek újabb videókkal. Addig is kérem a türelmeteket és a megértéseteket. A viszont látásra, a viszont hallásra. Legyetek jók, vigyázzatok magatokra és egymásra is. Ne feledjétek, hamarosan jelentkezek újabb videókkal. Addig is legyetek jók, vigyázzatok magatokra és egymásra. A viszont látásra, a viszont hallásra. Üdvözlettel, Frici, Balatonfüredről, a Szent István térről. Sziasztok!